ez az autó, az autóslap aktuális podcast adása, ez a decemberi szám, és egy különleges helyszínen vagyunk, és egy különleges embert is be fogok majd nektek mutatni, de kezdjük azzal, hogy itt van velem Széchenyi Gábor, az autóslap főszerkesztője. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. És az előző adásból Gábornak volt egy adóssága, ugyanis ő, ahogy mondani szokták, igazoltan volt távol, a Vajranovi tesztpályán elektromos autókat tesztelt az autóbesztel, természetesen majd erről is... Erről is beszélünk majd. Erről is még majd... nincsenek eredmények, az a helyzet. Igen, meg majd a magazinban is erről azért írni fogunk. Így van, de itt is elmondjuk majd az eredményeket, csak még számolják őket. Nagyon jó, de mindenképpen Gábornak a múltkori témájára visszatérnénk, ami ugye egy OBD kis eszközzel volt kapcsolatos, otthoni autós diagnosztika. Gábor, hogy kell ezt elképzelni? Mi ez, ami, ez a kütyű, amit éppen kipróbáltál? Hát az OBD az nem otthoni autós diagnosztika, az O az nem otthoni, board diagnostic, hanem on-board diagnosis. Tehát fedélzeti diagnosztika. Viszont ezt otthon is bárki kipróbálhatja, ezért utaltam már. Ez nem olyan, hogy ne próbáljátok ki otthon, ez pont arra van, hogy kipróbálja otthon bárki. Hogy mi ennek a háttere? Ma már minden autó ilyen, nem volt mindig minden autó ilyen. Amerikából jön, természetesen Kaliforniából, mert ott szigorodtak meg először az emissziós előírások, már a 80-as években, de a 90-es évek közepétől előírták, hogy minden Kaliforniában forgalmazott autó, aztán kiterjesztették ezt minden az Egyesült Államokban forgalmazott új autóra. Tudja, hogy tudnia kell, hogy naplózza és kiolvashatóvá tegye bizonyos emisszióval kapcsolatos adatait. Lambdaszondák működése, befecskendezés, előgyújtási szög, ilyen alapvető dolgok voltak először. Ez a szabvány, erre kidolgoztak egy szabványt, kidolgoztak egy csatlakozót, amin keresztül a szervizek először ki tudták olvasni ezeket az adatokat, meg a rendőrség is egyébként közúti igazoltatásoknál. Először Kaliforniában, aztán a 90-es évek közepétől, talán 96-tól az egész Egyesült Államokban kötelezővé vált, és a 2000-es évek elején vette át ezt Európa. Itt nem OBD-nek hívják, hanem EOBD protokollnak vagy rendszernek. Talán 2001-től, 2002-től minden új autóban kötelező, dízelben, benzinben, személyautóban ez előírás. Tehát jó eséllyel, akinek ma itt Magyarországon autója van, annak van ilyen csatlakozója, ez egy, ahogy mondtam, szabványos 16 tűs, 16 lyukú csatlakozó, és mindenféle adatokat olvas ki belőle, alapesetben a márkaszervíz, de mi egy olyan kutyút vettünk, ahogy mondtad, amivel otthon egy okos telefonnal mi is ki tudunk olvasni nagyon jó dolgokat. Nem került sokba, 3490 forint volt talán plusz szállítás, tehát nagyjából 5000 forint. Egy 5000 forint. Nem tudom, de hogyan, nagyjából 5000 forint. A kütyű gyakorlatilag maga a csatlakozó, az tölti ki a legnagyobb részét, áttetsző kékes műanyag a háza, nagyon kínai így megjelenésére. Tehát egy primitív kis kinézetű eszközről van szó. Így van, akkor mint egy gyufás doboz, és látszik, hogy az áttetsző dobozban legfeljebb 10%-i térfogatot foglal el az elektronika, maradék 10%, vagy másik 10%-ot foglalnak el azok a ledek, amik mutatják, hogy kapcsolódik az autóhoz, meg a telefonhoz, vagy nem. Az összes többi üres, azért van, hogy meg tudjan fogni. Úgyhogy tesztre fogtunk a műszer mellett két autót is, két öreg autót a családból, vagy a szerkesztőségből, úgy tetszik, egy 2005-ös Ford Focust és egy 2006-os Toyota Corollát, mindkettő benzines. A Corolla futott többet, 230-valahány ezer kilométer van benne, a Focusban csak 140. Mind a kettővel próbálkoztunk, egy telefonnal, nem titok, az én saját androidos telefonommal. A Focusnál nem jutottunk eredményre, mert valamiért, bár mindent az előírás szerint csináltam, nem tudott kommunikálni az autó és a műszer. Tehát meg volt a kapcsolat az olvasó és a telefon között, de az olvasó és az autó között nem volt meg a kapcsolat. Egyébként, hogy hova kell dugni, nem olyan nehéz, meg lehet találni a gépkönyvekben is, vagy ha nincs már meg az autóhoz, akkor egy Google keresés megmutatja, hogy hol van. Általában a kormány oszlop alatt, jellemzően bal felé, az ajtó felé, gyakran egyes márkák... Biztosítéktáblát szoktak oda tenni. Igen, fedeles, vagy a biztosítéktábla mellett van akinek külön van, de meg lehet találni, nem kell nagyon keresni. Na szóval, nem akarom hosszúra nyújtani, a Toyotával tudod beszélni, van belőle Wi-Fi-s kommunikáló, ami egy Bluetooth-os volt, egészen egyszerűen össze lehetett kapcsolni, mint bármilyen Bluetooth
készüléket a telefonnal, amint meg létrejött a kapcsolat, azt ő kiírta, és mindenféle jó dolgokat tudtunk kiolvasni az autó agyából. Hogy volt valami hiba a Toyotával? Volt, de bocsánat, mivel tudtuk kiolvasni, hogy a telefon önmagában még nem elég, azt elfelejtettem mondani, hogy a kiskutyú dobozán volt egy beszkennelhető QR kód, a QR kóddal eljutottunk a gyártó vagy a gyártó valamilyen alvállalkozójának az oldalára, ahol felsoroltak talán 6 vagy 8 programot, amik ingyen letölthetők, ezek jelentős része androidos volt, egy vagy kettő volt talán iOS-es, tehát iPhone-ra való. Én tanáromra választottam ki kettőt, az egyik nem működött, akár csak a Ford esetében, a Toyotában sem működött az egyik, a másik kiválóan működött, és persze azon kívül, hogy egyfolytában ajánlotta, hogy vegyem meg a fizetős verziót, azért rendkívül sok dologra képes volt, egy kis műszerfalszerű képernyő jelent meg, egyébként az autó aktuális számában benne is van, illetve bocsánat, mert most mi az aktuális számról beszélünk, az a következő szám, az előző számában. Igen, a novemberi, pontosan, tehát számában, az autó novemberi számában található. Bocsánat, Zoli mondja jól. Szóval megjelent a kis műszerfal, amire bármilyen műszer, vagy viszonylag szabadon konfigurálhatóan különböző műszereket ki lehetett tenni, vízhőmérőt, fordulatszámmérőt, pillanatnyi fogyasztásmérőt, folytószelepállást, légtömegáramot, a beáramló levegő tömegáramát, a beszívott levegő hőmérsékletét, ha lett volna turbónyomást, mi minden volt még, a katalizátor állapotát, a lambda jeleket, a töltést, az előgyújtást, vagy az előtöltést, a dízeleknél, rengeteg minden. És ezeket úgy is ki lehet tenni, hogy mondjuk a műszerfalra tappancsolom a telefont. És ott van egy fordulatszámérő mondjuk. És ott van egy vízhőfokmérő, mert mondjuk nincs olyan autóm, mert nincs vízhőmérő, vagy nincs fordulatszámérő, vagy nincs olajhőmérő, pláne olajhőmérő az egyre kevésbé van, ugye már az elmúlt 20 évben is, és ezeket úgy, hogy én kitehetem akár állandóra is, a kis cucc benne marad az olvasóban, az nem zavarja az autót, akár örök életére is ott maradhat, és én a telefonomon lapozgatva, hol fordulatszámot, hol vízhőmérsékletet, hol benzinszintet, hol olajnyomást nézek, minden, ami ezen a 16 napon kijön. Hát egy gépészeti tulajdonosnak ez sokat jelenthet. Így van, ez egy nagyon, nagyon jó pofa játék, én úgy gondolom, hogy 3490 forintot megér ez a dolog. Érdekes, mert egy olvasó írt egy levelet, hogy nem is úgy hívják a kütyüt, ahogy mi hívtuk. Aztán én rákerestem az interneten, hogy ezt a kütyüt mindenhogy hívják. Hogy amit mi vettünk, az vagy ALM, vagy ELM 327, de ennek is több változat van, ahogy mondtam, van Bluetooth-os, van Wi-Fi-s. Egyik se kerül sokkal több ennél a 3500 forintnál. Arra jutottunk, hogy bár nem minden autóval kommunikál, hiszen a fordulóval nem tudtuk összeismertetni, de a Toyotában jó játék volt kitenni, bár annak van fordulatszámmérő, de olajnyomás mérője például nincs, és azt menet közben nézegettük, de sebességjele is van a 16 lyukú csatlakozónak, tehát sebességjele is ki pontos sebességmért is ki tudunk. Igen, és össze tudjuk hasonlítani. Hogy mit mutat a sebességmérő órával pontosan. Ez a kütyű, ezzel tartoztam múlt adásból. És ha már itt alkatrészekről van szó, ugye ha Magyarországon azt mondom, hogy autórugó vagy lengéscsillapító, akkor van egy cég, ami megkerülhetetlen, és most itt vagyunk vendégségben Kárászi Istvánnál, és a Kárászi cégről van szó. István, üdvözöllek téged is itt. És üdvözlöm a kedves hallgatókat. Itt a podcastben. Ez most egy ilyen rendhagyó adás, ugye nem online vesszük fel ezt a beszélgetést, hanem valóban itt vagyunk a helyszínen, és hát itt körülnézek itt mindenféle díszoklevelek, iparjegy, elismerő oklevél a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától. Ezek régi archív dolgok, hiszen 150 éves ez a cég idén. Ez hihetetlen szám, ugye, ha jól tudom, dédpapád volt még a cég alapító. Most az ötödik generációnál tartunk, a Balázs fiam az ötödik generáció, meg a Bálint fiam, én vagyok a negyedik, és úgy mondom, kísért a múlt itt nálunk, mert tényleg tele vagyunk ilyen régi relikviákkal, meg még van egy csomó család félre rakott mindenféle emlék, dísztárgy. Legutóbb volt egy 150 éves, hát ez szeptemberben volt, egy 150 éves jubileumi estünk, vacsoránk, és ott csináltunk is egy kis kiállítást ezekből a tárgyakból, és szerintem érdekes lehet annak, aki az ipartörténet érdekel. Én meg valahol büszke vagyok rá, mert most azért 150 év azért az már valami. Nem hát kimondott az én érdemem, hanem az előzdeim, hogy végig tudták vinni a céget, hogy hát idáig eljutottunk. Az, hogy ez egy családi vállalkozás, tehát 150 évet így végig
Hát és közben volt második világháború, fasizmus, kommunizmus, forradalom, államosítást megúsztunk 1947-ben. Nagyapám meghalt, és a nagymama özvegyi jogon a három fiú testvére tovább vitte a céget. Tehát gyakorlatilag megmaradt az ipar, meghagyták, mert ugye valami keresőképesség kellett, viszont munka meg nem nagyon volt, úgyhogy a Rákosi kocsijától kezdve én állami. Ugye akkor az 50-es években autója lehetett a katonatisztnek, meg az orvosnak. Magánautó. Az összes sportolóknak. Az összes többinek meg csak állami. Tehát általában, ami volt állami munka, azokból éltek a pulyék. De hát azt mondta, javarészt fotballoztak a udvaron, annyira nem, nem volt munka. Nem volt. Én arra szeretnének kérni, a Retromobil aktuális decemberi számában megjelent veletek kapcsolatban egy cikkát, akit ez így pontosan érdekel, ott is utána tud nézni. De egy picit azért így vázoljuk. Tehát dédpapád, ugye, ő még nem rugokkal, meg lengéscsillapítókkal foglalkozott, hanem kocsigyárosként. Így van, dédnagyapám már kocsigyáros, az túlzás. Hát egy kerékgyártó iparos volt. 1874-ből szól ugyan az iparjegye, de én ugye a családban ez a 72-es hagyomány maradt meg, mert állítólag már 2 éve dolgozott, hát lehet, hogy fusizott a nagypapa, nem tudom, de 2 éve már előtte, tehát 72-ben a Nyúl utcában nyitotta meg a üzletét. Hát itt kerékgyártás, rugógyártás folyt, és ez egészen az 50-es évig így tartott. Hát a 20-as, 30-as években, még az elején, meg a 10-es években akkor javarészt lovaskocsikhoz gyártottak, aztán ilyen teherszállító, bútorszállító kocsikhoz csináltak ilyen nagy ipari kerekeket, rugókat. Hát apám mindig mesélte, hogy a 30-as, 40-es években, ő akkor már 10-valahány éves volt, mindig pénteken mondta a nagypapa, hogy akkor mondta az ő édesapja, hogy a kicsi mennyi kaszírozni, és akkor itt a környék 13. kerületi autó cégeit, itt volt a Fiat, az Opel, az összes többi, és azokhoz ment ugye abba a héten, vagy abban a hónapban készített rugóknak, akkor még lengéscsillapító nem volt, hogy egyéb munkáknak az ellenértékét. Tehát vannak ilyen régi számláink, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy akkor is volt áfa. Csak nem úgy hívták, hanem egy kis bélyeget kellett ráragasztani, amit meg kellett venni, és akkor volt érvényes a számla. Tehát valószínűleg ez volt az akkori áfa, hiszen digitális világot még nem éltünk, de erről így vannak ilyen számláink, ami rajta van a bélyek. Na és akkor gyakorlatilag az 50-es években kezdett az én keresztapám, a Géza, azon törni a fejét, hogy egyre több olyan autó jön be, tehát hidraulikus teleszkóppal, lengéscsillapítóval, amihez nem lehetett kapni alkatrészt. Tehát akkor ugye javarész Volga volt, Skoda volt, Moszkvics volt, Warburg, Trabant, ezekhez se nagyon lehetett, de ezeknek a javítása ez egy jó kis üzletnek bizonyult, mert nem nagyon volt. Az összes többi nyugati oldalon az egyáltalán nem volt. Hát akkor ugye az export, az import az mind állami monopóliumnak számított, tehát hogyha valaki akart mondjuk csak egy alkatrészt behozni, hát az csak állami cégen keresztül, Technoimpexen keresztül lehetett. Ez még a fiataloknak már történelem, de ez tényleg így volt. És akkor jött rám, hogy lehetne felújítani. És akkor kezdtek el gyakorlatilag a lengéscsillapító felújítással foglalkozni. Hát ez egy hosszas folyamat volt, amire én bekerültem a családba, az egyetem elvégzése után még dolgoztam 2 évet egy állami cégnél, és 83-ban kezdtem édesapámmal újra, amikor már a két testvér, apunak 3 voltak testvérek, a két testvér már kiüregedett, elmentek nyugdíjba, és akkor papám, ő akkor volt 50 éves, ő volt a legkisebb kárászik, mert 3 fiú testvér volt, és még a 70-es években úgy szerepelt, hogy kárászi fivérek, vagy kárászi testvérek. 72-ben voltak 100 évesek, ennek a Gábor, a Széchenyi Gáborra megmutatta, hogy küldtem is neki ilyen régi, egyszerűbb újsághirdetést. Benne is van a retróban. Így van, benne van a retróban. És gyakorlatilag akkor volt 100 éves, és eltelt 50 év. Azóta, gyakorlatilag én 83-ban kerültem így a családi vállalkozásba, akkor apukámmal ketten nyitottunk a Színyei Mársel utcába egy pincét, és hát elkezdtük az én akkori mérnöki fiatal tudásommal, az ő szakmai tapasztalatával a felújítást úgy szépen kidolgozni. Aztán akkor az első vizsgálóberendezés, ami egy számítógépes vizsgálóberendezés, sose felejtem, egy évig gyűjtöttem rá a pénzt, hogy ezt a 286-os IBM gépet meg tudjuk venni, és akkor a Honvédségtől jött 2 kolléga, az egyik kolléga írta a programot, a másik meg
azt hiszem ő kalibrálta, tehát az egészet össze kellett kalibrálni, és volt még egy szintén az honvédségi mérnök, akit megkértem, hogy a tervezésbe segítsen, úgyhogy megcsináltuk az első ilyen számítógépes vizsgáló berendezést, ami kiszerelt... A színjeiben? A kiszerelt állapotban vizsgál, és ez a berendezés a mai napig még működik, csak teszem a korszerű szoftverre. És én dolgoztam rajta. És a kedves Széchenyi Gábor diákon, aki itt csinálta a diplomamunkákat, munkáját, és azóta is nagyon jó barátságban vagyunk, ő még azon mért. Aztán Suzuki lengés csillapított. Hát az már emlékszem. De emlékszem, hogy dolgoztam rajta. Dolgozott rajta. És akkor innen indultunk a papával közösen. Ez egy hosszú út volt, mert ugye a 80-as évek még... Bocs, hogy szabad, de volt előtte egy másik telephelyetek is, ugye, ha valaki ismeri a 13. kerületet, a régi Volga szálló helyén. Hát az nagyon régen volt, és nagyon érdekes volt a dolog. Én ott nőttem fel, ott születtem. Az egy, hát egy olyan telephely volt, ahol együtt volt a Varjas bácsi, ő volt a fényező, volt a Veres, ő volt a kárpitos. Volt egy lakatos, a Babák, Laci bácsi, ő volt a balakatos, akkor volt apujék mellett volt a Meszes Tóth, úgy hívták, ő műszereket javított, autóműszereket, és voltak apujék, akik rugót kovácsoltak rendes kovácsműhelyen, és volt a lengéscsillapító felújító műhely. Tehát ez egy olyan kis gyors szerviz volt idézőjelben, ahogy gyakorlatilag be lehetett jönni, és sok mindent megcsináltunk, meg tudtak csinálni. Persze akkor szakmai színvonalának megfelelően viszonylag egyszerű módon, de én ott nőttem föl. És az a műhely, az, hát még érdekességként, ha már beszélgetünk, apujéknak a háború alatt volt egy áforgyuk. És jöttek az oroszok, és hogy ne vigyék el, fogták és elásták a fordot. Hát elvitték, majd regulálták, és valaki elmesélte, hogy itt van egy áford, és kiásták az oroszok, és elvitték. De csak ilyen érdekesség, szemelvények, hát hogy kicsit színesítsem a műsort, hogy fizettünk a 50-es, 60-as években adót. Hát úgy fizettünk adót, hogy kijöttek és megnézték, hogy mennyi selejt volt, vagy mennyi hulladék, tehát hogy egy laprugóból, rugólapból mennyi volt az, ami ugye leesett, és azt megmérték, és az alapján határozták meg az adót, mert adóbevallás nem nagyon volt. Tehát az volt, hogy kijött a önkormányzat, akkori tanács, és azt mondta, hogy fizessetek ennyi adót, vagy annyi adót. És akkor lehetett egy picit alkudni. Tehát ez egy érdekes világ volt. Hát így indultunk. Azt a papával, ugye ez a Váci úti műhely, ez sokáig megvolt, addig, míg a Volgaszállót el nem kezdték építeni. És akkor a Volgaszálló, mikor épült, akkor apujéknak a külső Váci úton, a Váci út 197-ben, a Remiznél, a mostani Váci út Remiz, nem tudom. Az újpesti Remiz egyébként, hogyha valakinek van egy ilyen bevásárlóközpont, és a volánbusz végállomás. Na, és onnantól körülbelül 100 vagy 200 méterre volt a apujéknak a műhelye, akkor építettek egy 70-es évek elején nagyon korszerű műhelyt, olyannyira, hogy arra emlékszem, hogy volt egy, talán Gábor emlékszik egy olyan névre, hogy Jurit. A Jurid az egy fékbetétes, én emlékszem. Igen, egy német fékbetét gyártó cég volt, és ő akkor itt van a levél, meg tudom mutatni, hogy keresett minket, hogy keresett magyarországi dílert. Na de hát 70-es években közvetlenül Juriddal hát lehetetlen volt, teljesen lehetetlen volt. De annyira szép volt a műhely, annyira korszerű volt. És ebben a műhelyben apujék először rugót is javítottak, egy komplet rugókovács műhely volt, aknákkal, hétvégeken edzettek, arra emlékszem, hogy péntek volt mindig este az edzési nap, akkor jól lehetett látni a színeket, mert hát nem volt műszer, meg stb. Hát nézték a színeket. Persze lehet, hogy közben söröztek is egy kicsit, hogy segítsék a színlátást, de ez volt a péntek esti program, erre emlékszem gyerekként. És aztán egy idő után úgy gondolták, hogy a rugóból már nem lehet nagyon megélni, valahogy nem ment ez adva, és akkor csak a lengéscsillapító. A lengéscsillapító viszont nagyon jó üzletnek bizonyult, mert ez egy bonyolult alkatrész. Hát ez olyan, ami az egyrészt évtizedek tapasztalata kell, hogy mi, hogy működik, olyan futóműves rutin ismeretanyag, ami nem jön azonnal. Tehát egy rugót még úgy, ahogy metallurgiai könyvekből ki lehet olvasni, hogy ugye hogy kell, milyen hőfokra hevíteni, visszaereszteni, olajba hűteni, stb. És hát kétkezi fizikai munka, tehát ez... Hát kétkezi fizikai munka, lengéscsillapítás az volt tulajdonképpen, és akkor apujék, hát ami nagyon érdekes, csak úgy mesélem, hogy aki a gumit szállította nekik, az a Bárdi testvéreknek az édesapja volt.
Tehát a Várdi, az ő papájuk szintén foglalkozott, valahol a Szondi utcában volt nekik egy lengéscsillapító szinte felújító műhelyük, és ő gyártotta apujéknek a tömítéseket, mert akkor még nem lehetett szimeringet, meg ilyesmit vásárolni. Javarészt egyszerűbb ilyen lencsegumik, profilos gumik, tömítéseket használtak, zsiguli osztrabantos Warburghoz. Szóval egyébként innen van nekünk is a kapcsolatunk, hogy én a Várdi fiúkat én ismerem azóta, mert volt egy ilyen őseink által. Ők is hasonló indultak. Igen, és ők is elkezdtek lengéscsillapítót rendszerváltás után felújítani, aztán rájöttek, hogy jobb üzlet értékesíteni, és akkor kezdtek el külföldi cégekkel foglalkozni, és hát egy birodalmat gyönyörűen felépítettek. Ők egy kicsit más irányban, én ebbe az irányba mentem. És hozzátok is megjöttek a külföldi partnerek? Hát megjöttek a partnerek, 89 ugye rendszerváltás környéke. Ez úgy volt, hogy én februárban már felvettem a kapcsolatot a Bógéval, akkor a Bóge lengéscsillapító később a Szakszal egyesült, és most CETEF néven futnak, de végül is ugyanúgy megvan Ejtorsba, ott volt a Bóge, és ugyanúgy megvan a Szaksznak is a gyára. Van, ahol vasutat gyártanak, van, ahol sima lenni, van, ahol terautó, de a kettő összemosódott, de sokáig a Bóge név megmaradt, ugye mert nagyon sok viszonteladó Bógeként üzemelt, és akkor ezzel párhuzamosan mi megkerestük a Koni gyárat. A Koni az egy holland cég, aki egy állítható karakterisztikai lengéscsillapítót csinál, de ez úgy a kapcsolat ez úgy jött, hogy akkor már ki lehetett menni Frankfurtba automechanikára. És hát rácsodálkoztunk a világra, úristen, hát mi van itt. És akkor ez a két cég esőt, akkor még a Bürsteinnel is felvettük a kapcsolatot, és gyakorlatilag februárban már én vagy nem is tudom mikor, de valahogy kim voltam, egyszerre voltam kint a nejemmel a Koninál, meg a Bógénél egy út során. És tudom, emlékszem, hogy jogász, ő nagyon unta a gyárlátogatást, és mindig lögdösött az asztal alatt, hogy menjünk már, menjünk már, mert van szó, hát ne ügyeskedj. És aztán végignéztük a Bógégyárat, végignéztük a Koninyárat, mind a kettőnek szerződéses partnerei lettünk. Hát először a Bóge volt ugye a nagyobb volumen, de aztán, ahogy erősödtek Magyarországon a nagyobb cégek, a Bárdiék, hát a Lángék, akkor előtte még volt a Lippai, talán ezek a nevek mondanak még a régieknek valamit, ők ezt nagyon profin csinálták, de ők gyakorlatilag nem csak lengéscsillapítót, minden mást forgalmaztak, és így egy terméket nem lehetett, tehát én ezt egy terméket nem tudjuk az ország legkisebb falvába is mondjuk három órán belül eljutatni a terméket, tehát igazából be kellett látni, hogy ez az út nem járható. Maradtunk egy prémium márkánál, ez a Koni. A Koni az ugye 1857-ben alapítatott még öregebb cég, vagy 53-ban nem tudom, tehát egy még öregebb cég, mint mi vagyunk, és ő egy világhírű cég, az ITT-hez tartozik, és ő is motorkerékpár lengéscsillapítót, azt már ugyan nem csinálja, ezt Gábornak mondom, mert tudom, hogy nagy motoros, de az összes személygépkocsihoz, főleg ilyen prémium kategóriákhoz, gyári beszállító, Forma 1-be, és hát a vasút. És most mindjárt áttérek a vasútra, hogy hogyan haladtunk tovább. 91 környékén nyitottunk egy kis üzletet a Lehel úton. A Lehel úton megvásároltunk gyakorlatilag egy 20 négyzetméteres manzártas üzletet, és ott elkezdtünk új lengéscsillapítót árulni, ami akkor nagy dolog volt, mert nem nagyon lehetett kapni Opel Kadetthez, ilyenekhez, ami éppen akkor futott, és abban a kis üzletből rengeteg lengéscsillapítót eladtunk. Tehát ez egy jó menő cég volt. Közben mi apámmal a Szinyeiből hát kinőttük pincem, az egy pincehelyiség volt, kinőttük, és a Dévai utcában volt autótechnikának a telephelyét, sikerült annak a felét megvásárolnunk, hitelre, végül is az egy festékraktár volt, az autótechnikának egy festékraktár, és azt megcsináltuk szépen műhelynek, és ott már 16-18 ember dolgozott, és egy hétvégén emlékszem átköltöztünk a Szinyeiből is, meg a leelőtti kis üzletből is csináltunk ott egy külön raktárt, egy nagyon szép műhelyt, tehát egy akkor viszonylag megfelelő korszerű lengéscsillapító felújító műhelyt. Na most ez nagyon jól működött, mindaddig, míg a után gyártott lengéscsillapítók árai nagyon olcsók lettek, és az élő munka meg ezzel párhuzamosan egyre drágább lett. És a kettő valahol, amikor egyensúlyba köt, akkor nem érte meg felújítani. Vagy csak olyanokat, amit nem lehet kapni, vagy speciális, vagy valami állítható karakter, vagy egy csöves, nagy nyomású, külső tartás, tehát ezt lehetne fokozni, vagy rally, vagy sportos. És akkor muszáj volt váltani, de a jóisten valahogy úgy hozta, hogy megkeresett minket a MÁV. Először úgy keresett meg, hogy spanyol vasúti kocsikat vásároltak, és ezeknek a lengéscsillapítói Koni lengéscsillapítók voltak. Ezek kívülről állítható lengéscsillapítók,
és a MÁV mérnökei, szakemberei nem tudták ezeket felújítani. 5 évente kell általában felújítani egy vasúti lengéscsillapítót, úgy van előírva, akkor vannak a fővizsgák, és akkor megkerestek minket. Most Koniusz tartozunk, meg volt a dilleri szerződésünk, kimentünk Hollandiába, elvégeztünk egy 3-4 napos vasúti lengéscsillapító felújító tanfolyamot, erről kaptuk még oklevelet is, és elkezdtük ezeket elvállalni. De akkor hoztak ilyen rámi, olyat, Saxot hoztak, hazai gyárt, mindent, tehát gyakorlatilag beindult egy másik üzemán, ami vasúti lengéscsillapító felújításra foglalkozott. Szó szerint sínre kerültetek. Sínre kerültünk, így van, de nem úgy, mint Latinovics, hanem úgy, mint ez egy vicc volt, hanem tényleg sínre kerültünk. Na most ez a lengéscsillapító felújítás, ez működött elég jól, még édesapám élt, persze a papának volt annyi rutinja, hogy ugye akkori MÁV az igen rossz fizető volt, tehát hogyha 60-90 napra fizetett, annak már örültünk, de azt mondta a papa, hogy készpénz. De a vasútnál csak 200 ezer forint készpénz voltak hajlandó kifizetni, tehát felosztottuk a számlát, és 200 ezer forintjával minden készpénzzel hozták ezt az összeget, és így működtünk egy darabig, majd egyszer csak megkeresett minket a Dunakeszi járműjavító, hogy épp most ment tönkre, vagy csődbe a GANZ, ahol van több száz bóge lengéscsillapító, ők elvállaltak egy elővárosi vasúti kocsinak a felújítását, több kocsinak, amiben ezek a lengéscsillapítók tartoztak, de az adóhatóság lepecsételte. Lelakatolta a raktárat, nincs lengéscsillapító. Nekik szerződésük van a MÁV-val, nagyon nagy a probléma. Le kell szállítani nekik. SOS, van 3 hónapunk, hogy kitaláljunk egy vasúti lengéscsillapító típus családot, és akkor nekiálltunk. Ezt már ti fejlesztettétek? Ezt már mi fejlesztettük, ez volt az első, ez az úgynevezett K141-es sorozat, és azért K141, mert ugye ahhoz, hogy egy szimmetrikus karakterisztikát húzásra, tolásra egy lengéscsillapító egyforma legyen, ez a személyautóknál, teherautóknál, haszonjárműveknél nem így van, ott általában összefele mindig gyengébb, jó van lengéscsillapító, sőt annál kényelmesebb, mindig gyengébb, ugye, mert akkor csillapít igazán. Igen, a vasútnál egy teljesen szimmetrikus karakterisztikát kell kitalálni, és itt tulajdonképpen a P-nek valamilyen történet, 1.41, tehát abból adódik ez a K-140, megvan a fizikai háttere, hogy miért lett ez szimmetrikus. Ezt a Csabi kollégánk, aki egy erdélyi származású székely gyerek, egy nagyon jó fejű srác, és ő volt az, akit megbíztam ezzel, és hát bizony 3 hónapig vérdizzadtuk, mire az első típus családot kitaláltuk, legyártottuk, de hát akkor még nem volt hozzá szelepbeállító berendezésük, egy csomó minden nem volt, tehát sokszor egy lengéscsillapítót csak 5-ször kellett szétszedni, hogy az előírt értéket hozza, de megcsináltuk. Áron alul, vesztettséggel, de bekerültünk a vasúti lengéscsillapító gyártásba. És ezzel párhuzamosan persze ment a Koni lengéscsillapító értékesítés, ment a vasúti felújítás, ment az utcai felújítás és a sportosítás. De. Gyakorlatilag most járunk körülbelül olyan 2000-2002 környékén, akkor kezdtünk el vasúti lengéscsillapítót gyártani, ez volt az első típus családunk, és sorba keresett meg a MÁV, hogy a régi hazai vasúti állományhoz kéne lengéscsillapító, mert közben a magyar lengéscsillapító gyárak ezek hát megszűntek, tönkrementek, a Dunakeszi járműjavítónak volt egy DK sorozata, az újpesti gépelemgyár, aki az Icarus buszokhoz gyártotta évi 300 ezer darab lengéscsillapítót, az volt a csúcs, tönkrement, maradt az, hogy kell valaki beszállító, és volt 2 mérnök. A Gábor ott volt, akkor meg is említettem azon a 150 éves alkalmi összejövetelen, hogy az egyik a Kis Béla volt, a másik a Jászai Pista, most már mind a 2 nyugdíjas idős mérnökök, de ők nekik köszönhetem, hogy mi bekerültünk hazai gyártóként a vasúthoz, mert nem egy bógét, vagy egy Saxot, vagy egy Konit választottak, hanem azt mondták, hogy megadjuk a segítséget, mérnöki lehetőséget, próbáltunk, teszteltünk, és így indultunk el, és azóta már nagyon-nagyon sokféle típus családot hoztunk ki, sőt kaptunk Magyar Minőségi Társaságtól egy díjat is az egyik típus családunkra. Hát és így elkezdtünk fejlődni. És 2008-ban kinőttük a Dévaljuti telephelyünket, mert hogy belváros lett. És az ipari tevékenység kezdett ellehetetlenülni, ami azt jelentette, hogy nem tudott megállni a teherautó, nem tudtuk lepakolni a csöveket, nehézkes volt a dolog, és akkor kerestem új telephelyet, és szerencsémre Óbudán, itt az én nagyapám annak idején a Krúdival
fröccsözgetett. Ezen a területen találtuk ezt a mostani, ahol most vagyunk, ez egy 500 négyzetméteres ipari csarnok, hozzá 100 négyzetméteres üzlethelység, 100 négyzetméteres iroda. Tökéletes volt nekünk, ez egy sport nagykereskedőtől vásároltuk meg. Hát 2008-ban úgy lehetett máshogy, mint svájci fan alapú leasinggel, ami azt jelentette, hogy pontosan háromszor fizettem ki ennek az árát, de ki van fizetve, úgyhogy túléltük, milyenk az ingatlan. És az utóbbi 5-6 évben kezdtünk el nagyon dinamikusan fejlődni. Ez köszönhető, hát általában az uniónak a felzárkóztatása pénzeiből, ami nagyon nehéz volt hozzájutni, mivel hogy Budapesten vagyunk. De volt az államnak is olyan K plusz F pályázata, olyan pályázatok, ahol oktatással fog. Tehát kb. 5-6 exportfejlesztési pályázat. Nagyon sok pályázaton vettünk részt, amit az én Balázs fiam és egyéb pályázatíró cégek segítségével megpályáztunk és meg is nyertünk, és hát ennek segítségével rengeteg új gépet, technológiát tudtunk fejleszteni, egy csomó új típus családot csináltunk, hegesztő robotot vettünk, CNC gépeket, tehát egy nagyon fejlett kis üzemmé váltunk, és gyakorlatilag itt tartunk most. És tulajdonképpen most már mondhatni, hogy a vasúta. Hát a vasút az az a 80% most már, de meghagytuk. Ezt akartam kérdezni, hogy az autósoknak az megmaradt, azt nem lehet abban, hiszen az ősök innen indultak, és nagyon érdekes, van egy kollégám, a Vörös István, ő több mint 40 éve dolgozik nálunk, most már 73-4-5 éves, nem tudom pontosan, elment nyugdíjba 2 évvel ezelőtt, majd visszajött, mondta, hogy neki ez hiányzik, és most úgy dolgozik, hogy heti, hát amennyit munka van, meg amennyi ereje van, de mindig tökéletes minőségben, főleg veterán autókat csinálunk. Tehát olyanokat, amire pont ez a műsor is szól. Nagyon sok olyan régi oldtimert, karoslengés csillapítót újítunk föl. És ezzel párhuzamosan 3 évvel ezelőtt vásároltunk Balatonszárszán, pont a Szárszón a pandémia ideje alatt egy, hát egy fél hektár földet egy csarnokkal, tényleg filérekért, tehát nagyon jó befektetés volt. És ott is működik már egy kollégánk, aki Balatonszárszón él, ott született, egy mérnök srác, és ő pedig ilyen rally, sport, mindenféle extra lengés csillapítónak a felújításával és gyártásával foglalkozik. Tehát most két helyen vagyunk, az egyik Balatonszárszón, ami most készül el, és a másik pedig itt Budapesten, és a Balatonszárszóról még annyit kell tudni, hogy tavaly nyertünk egy GINOP pályázatot, és egy új csarnokot építünk oda, mondván, hogy ha ezt kinőjük, vagy hát most is bérlünk helységeket itt a szomszéd telephelyen, azokat szeretném majd leköltöztetni, hogy a csarnok áll, aljzatbeton kész, tavaszra szerintem beüzemeljük azt is. Tehát úgy van, nem unatkozom. Tehát, nagyon jó. És hát ugye a fiad a cégben hát van, tehát van esély az, hogy, nagy terhet hogy a Kárászi nevet viszi igen, tovább, és igen, akkor itt a 150 nagy terhet után. Vesz le a hátamról, de tényleg azt mondom, hogy a csapat egész jó, tehát fiatalok vagyunk. Egy kollégám van, aki velem egy idős, aki még itt a vezetésben benne van, ő a Barni, a gyerekkori barátom, és ő viszi az üzletrészt, gyakorlatilag az ügyfélforgalomtól kezdve. Nem kell vele foglalkoznom. Tehát igazából 65 éves leszek nem sokára. Az azt jelenti, hogy ez egy jelentős kor a nyugdíj szempontjából, de nem megyek el természetesen nyugdíjba, elmegyek papíron, de tovább akarok dolgozni, de hát picit már máshogy. Úgyhogy én apámmal azért tudtunk mi is, mindig ugye most van ez a hát abban a korosztályban, amikor a cégeknek át kell adni, ugye generációváltásnak hívják ezt. Nekem szerencsém volt apámmal, mert apám akkor volt 50 éves, amikor én voltam, nem is tudom, 33 talán, tehát pont a legjobb korosztály, és akkor elkezdtünk fejleszteni, apám hagyott, neki volt rutinja, üzleti rutin, mondta, hogy azt ne így, azzal én majd én tárgyalok, és ugyanez van most nálunk, hogy a fiam iszonyúan fejleszt vállalatirányítási rendszereket, mindenfélét. A tapasztalatoddal és viszont én segíteni. Mögötte vagyok, és nem ez kell nekem, tehát nem nekem kell kitalálni, és hogy legyen a program, mit tudjon. Tehát már más egy picit. De nem is győzném, annyira sok létű lett a világ meg. Hát ezek a pályázatok azért rengeteg időrablás, tehát ez elképesztő. Hát ez mennyiségű papírmunka, elképesztő mennyiség. Talán amikor majd a 200 éves Kárászi cégnél, remélem, itt hogy itt ülünk. Hát ti még itt ültök, én már nem biztos. Én szívből kívánom neked, hogy még itt de lehet, hogy már nem tudtok értelmes gondolatot kicsiholni. Akkor kívánom még, hogy ez a családi szépen. Vállalkozás az így menjen, mert ez így nem csak magyar vonatkozásban, hát nemzetközi viszonylatban is egy 150 éves magán szép cég, az bizony egy nagyon szép.
történet. Büszkés vagyok rá, úgyhogy hát köszönöm szépen a jó kívánságot. István, köszönjük szépen. És akkor amivel még itt zárnám a műsort, ugye itt beszéltünk itt az előbb, itt felmerült, hogy a rally, sport, a rengéscsillapítók, futóm és minden ilyen dolog. Itt az autóban keveset szoktunk viszonylag autósporttal foglalkozni, de most történt egy olyan dolog, amiről szerintem pár gondolatot érdemes, hogyha így megvillantunk, ez pedig nem titok, hogy nekem egy nagy szívem szerelme és csücske a Le Mans 24 órás viadal, ami egyébként egy versenysorozatnak csak egy futama, de igazából nekem ez az autóverseny, csupa nagybetűvel, és szerintem vagyunk még egy páran, és 2023-ban egy óriási legenda, a Ferrari vissza fog térni erre a versenyre, és fog ebben az egész versenysorozatban magában is indulni. Ugye új szabályok vannak, és már láthattuk a 499P típust, amivel az olaszok ebben a mezőnyben szeretnének rajtozálni. Ugye itt többféle kategória van, most itt az adás keretei nem teszik lehetővé, hogy itt kivesézzük, de a lényeg az, hogy Le Mansban ugye mindig az abszolút győzelem a fontos, tehát az, aki a legtöbb kilométert, a legnagyobb távolságot, a legtöbb kört teszi meg a 24 óra alatt, ugye ez az abszolút bajnoki cím, ebben most már ugye a Porsche vezet torony magassan, utána az Audi követi, de az örök ranglistán még mindig harmadik a Ferrari azzal a 9 győzelemmel, amit tulajdonképpen az 50-es és a 60-as években szedett össze a csapat, mert hogy Enzo Ferrarinak a Le Mans mindig is fontosabb volt, mint a Formula 1. Ez bármilyen furcsán hangzik, de ez bizony így van. Az első győzelmét a Ferrari egyébként 49-ben érte el, akkor ugye volt hivatalosan 2 éves a cég, de az még nem a gyári Scuderia volt, hanem egy privát csapatokból, privát tagokból álló csapat, méghozzá azzal a Luigi Chinettivel, aki aztán később Amerikába ment, lett saját csapata is, és Ferrari kereskedéssel, értékesítéssel is foglalkozott. Ő volt tulajdonképpen a Ferrari-nek az egyik első Le Mans-i győztes pilótája. Aztán az első gyári győzelem 54-ben jött össze az olaszoknak, és sokáig rekord volt az a 6-os széria, amit 1960 és 65 között Ginorban értek el a Ferrari-k, minden évben egyébként egy másik típussal, és ez volt az az időszak, amikor Henry Ford II azt mondta, hogy hát valahogy a Ferrari-t meg kellene szereznünk, mert hogy ez egy hatalmas sportteljesítmény, és hát ebből aztán lett egy hatalmas vita, mert Enzo Ferrari egy picikét, hát finoman fogalmazva, átverte őt, mert azt mondta, hogy eladja Henry Fordnak a Ferrari-t, aztán a végén visszatáncolt, és hát ebből lett aztán egy olyan versenyautó, amit ugye Ford GT40-nak hívnak, ugye a 40 colos magasságából lett a típus számjelzés az autónak, de a lényeg az, hogy aztán ez 1966-tól csúnyán megverte a Ferrari-kat, és szinte a világ egyik leghíresebb versenyautójává lett már ott az első években. Egyébként 65 után a Ferrari már nem is nyert abszolút összetettben Le Mans, sokáig ott voltak még az élmezőnyben, a 70-es évek elejéig voltak ők ott, és utána viszont már csak kategóriánként indultak Ferrari-k, itt az utóbbi években ugye a 430-as, a 458-as és a 488-as GT autókkal lehetett őket látni, de ezeket hangsúlyozom, hogy ezek nem gyári versenyautók, ezeket már magáncsapatok vásárolták meg, magáncsapatok indították, ők futtatták, és egyébként az AF Corse, akivel a Ferrari így összekapcsolva a privát szférával nagyon sok sikert ért el, ők lesznek majd 2023-tól a gyári csapatnak a partnerei és a segítői. És hát egy pár szó vagy gondolat erről a versenyautóról, még keveset lehet róla tudni, ugye a Hypercar kategória az, amit most létrehoztak, és ahol a Ferrari szeretne elindulni. Ez az, amiből tulajdonképpen már nem volt benne sem az Audi, sem a Porsche, hiszen ez igazából csak a Toyotának van meg ez az autója, és minden egyes gyártó a Peugeot-tól kezdve a Ferrari-t is most értelemszerűen beleértve, egy új szabályok szerint építi az autót, ahol egy 3 literes V6-os turbomotor dolgozik egyébként az autó közepén, ez a hátsó kerekeket hajtja, az elsőt pedig egy villanymotor, amit kizárólag a rekuperációs visszatermeléssel, tehát a regeneratív energiával lehet csak tölteni. Ugye van különféle teljesítményhatár, hogy mikor, hogyan dolgozhat az első kerék hajtás is, és egy csomó-csomó szabály. Ezeket most itt nem részletezném, de a lényeg az, hogy az olaszok sokat várnak ettől
Nagyon sokan örülnek, hogy a Ferrari visszatért erre a híres versenybe, és a teljes World Endurance Series, tehát ez a WEC sorozat, ez, aminek a Le Mans is tulajdonképpen egyetlen egy futama, de a legnagyobb futama, úgyhogy ezt jövőre mindenki végig követheti, úgyhogy szerettem volna erről egy pár gondolatit így elmondani, mert ez gyakorlatilag ismét egy ilyen sporttörténeti esemény, és az autóban nem igazán szoktunk így sporttal foglalkozni. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi lett volna mára. Gábor még itt jelez, hogy... A Ferrari-ról kösünk már rá, Zoli. A karácsonyra kijövő Ferrari-kat nem tartalmazom. Értem. Igen. Ebben frappáns valóban... átkötés, ugye? Frappáns átkötés, igen. Van egy kiadványban, mert nincsenek Ferrari-k, viszont van valami más. Van valami egészen más, méghozzá szocialista autók, és hát majd egyszer talán betesszük... És motorkerékpárok is, igen. Hát majd egyszer talán lesz egy olyan kiadványunk is, amiben például betesszük azt, amit a Röppegy utcában árultak annak idején Ferrari-k, mert hogy itt volt a szocializmusban is. Aztán az az autó valahogy elkerült Magyarországról, de egy elég kis kalandos története volt, hogy hogyan érkezett be. Valami csempészéssel kapcsolatban buktatták le a határőrök, és akkor a Röppegy utcában végezte. Én annyit tudok, hogy 200 ezer forintért vették meg. Mindegy, a lényeg viszont, hogy nem kerül ennyibe, így van. Úgy hívják, hogy Retromobil Deluxe, ilyen kis franciásan, és csak szocialista autókat tartalmaz, és mindenkinek egy nagyon-nagyon jó karácsonyi ajándék lehet, 100 oldalon. A Retromobiltól megszabott minőségben, ugye a menetszereink. Pontosan, igen, Gábor itt oponálva a dologban. Nem oponálva, én egyetértőleg. Úgyhogy ezt valóban mindenkinek ajánljuk, aki szereti ezekkel a régi autókkal foglalkozni, és a standokon is elérhető lesz. De azt hiszem, hogy a címlapos dolog már lecsengett, ugye? Tehát, de szeretnénk egyébként ezzel visszajönni, és így itt a podcastben is szeretném megerősíteni, hogy tervezzük még, mert elég nagy sikert aratott, hogy egyedi címlapokat lehet készíteni. Szerkesztésségünk várja majd azokat a fényképeket, amiről bárki úgy gondolja, hogy szeretné a címlapra feltenni, egy rövid üzenettel, és ezt el lehet adni, mármint ezt át lehet adni ajándékba, akár családtagnak, akár barátnak, vagy akár saját magunknak is, vagy ha éppenséggel van egy olyan veterán autónk, ami mondjuk régóta a családban van, és egy régi fénykép előkerül, akkor természetesen azzal együtt az autónak a történetét fogja erősíteni annak, aki esetleg mondjuk később megveszi, vagy mondjuk ha a családon belül valaki megörökli, meg tudja mutatni, hogy még az öreg autón, még az újság címlapján is rajta volt. De ez már most lefutott, volt ilyen lehetőség ugye a Retromobil Deluxe-nál is, meg lehetett így rendelni, ezt meghirdettük, talán aki hallgat minket, emlékszik rá, hogy a Retromobilban is, meg az autóban is volt erről szó. Sokan rendeltek is ilyet, azért kellett ilyen korán, ugye, hogy megérkezzen a karácsonyfa. Pontosan, hogy karácsonykor ezt ki tudjam szállítani, tervezzük. Az általunk készített általános címlappal meg lehet vásárolni majd, már december elejétől. Igen, ott lesz az újságárusoknál, tehát mondom Retromobil Deluxe néven kell keresni, és a tartalmaz természetesen változatlan ahhoz képest, mint akik az egyedi fotós borítót rendelték meg. 100 oldalon, csak szocialista, kedvenc szoci autóink, motorkerékpárjaink, és természetesen, mert elmaradhatatlan, egy gyönyörű Ikarusz is található benne, amiben, ha jól tudom, a Kárászi cég nem készített lengéscsillapítót, készített? Hát javított inkább, de azt hiszem tárgyártottunk, és inkább javítottunk. Hát a mai Ikaruszokhoz nem gyárt már senki lengéscsillapítót, az mind Kínából jön. Na hát. Viszont visszatérve a Ferrarihoz, azokban meg Koni lengéscsillapító. Van olyan, bizony. A mai napig is nagyon sok Ferrarihoz javítunk, öreg Ferrarikhoz 40 éves lengéscsillapítót. És még lehet hozzá alkatrészt rendelni a Konitól, tehát van. Ez egy csoda. Akkor ez olyan minőség maga a termék, hogy az 40 évig még mindig működik. Akkor ezzel van a csodával. Abszolút. Van még ebből, lehet tudnék még mesélni sokat. Abszolút, és akkor ezzel a csodával zárjuk akkor a mai adást is stílusosan. Én köszönöm Kárászi Istvánnak, hogy vendégül látott minket. Nagyon szívesen, és nagyon is élveztem ezt a pár percet, tényleg kellemes beszélgetés volt. Köszönjük szépen, és mi is köszönjük azt, hogy ismét beszálltatok mellénk, velünk voltatok, és hallgattátok az adást. Egy hónap múlva új podcasttel jelentkezünk, addig is mindenki vigyázzon magára, és jó utat. Sziasztok!